Kinek ne lenne ismerős, az öngyulladó belső égésű dízelmotor feltalálójának a neve. Rudolf Diesel ma is használt szabadalma, idén 130 éves. Azt azonban valószínűleg kevesen tudják, hogy a feltaláló halálát a mai napig homály fedi. Nobody március 18-án született Rudolf Christian Karl Diesel néven Párizsban, bajor bevándorlók gyermekeként. Édesanyja Alice, tanítónő, édesapja Theodor könyvkötő volt. A szülők 1855-ben telepedtek le Párizsba, így Theodor Diesel bőrtermékekkel kezdett kereskedni. A kis Rudolfot születése után egy Vincenni gazda családja nevelte, majd 9 hónapos korában visszakerült szüleihez. A Diesel család akkoriban anyagi nehézségekkel küzdött, ezért a fiú már egészen kiskorától az apja vállalkozásában segítkezett, ahol a bőrárut hordta ki a megrendelőknek. Tanulmányait egy francia protestáns iskolában kezdte. Kiemelkedően jó tanuló volt, amiért különböző elismerésekben részesült. Már fiatal korában érdeklődött a technológia iránt. A család szerette volna felvenni a francia állampolgárságot, de a francia porosz háború miatt 1870-ben menekülni kényszerültek az országból, sok más német családhoz hasonlóan. Angliában telepedtek le, ahol a fiatal Rudolf angol iskolába kezdett járni. A háború vége felé, amikor 12 éves volt, édesanyja Augsburgba küldte a nagybátyjához és nagynényéhez, hogy megtanulja a német nyelvet és a királyi megyei szakképző főiskolára járhasson, ahol a nagybátyja tanított. Alapfokú tanulmányait 1873-ban osztályelsőként fejezte be és beiratkozott az újonnan alapított Augsburgi Ipari Iskolába. A 4 éves képzést 2 év alatt elvégezte az iskola legjobb diákjaként. Ennek köszönhetően ösztöndíjat kapott a müncheni bajor királyi műszaki főiskolára. A szülei ellenezték a főiskolát, ekkor már jobban szerették volna, ha a fiú inkább munkába áll, de Diesel mindenképp mérnök szeretett volna lenni. Diesel 1880. januárjában végzett a legmagasabb tudományos kitüntetéssel, és visszatért Párizsba, ahol a egykori müncheni professzorát, Karl von Lindét segítette egy modern hűtőberendezés tervezésében és megépítésében. Diesel egy évvel később már az üzem igazgatója lett. 1883-ban megnősült, feleségül vette Martha Flashét. További munkája során a Linde vállalatnál számos szabadalmat szerzett. 1890 elején elköltözött Berlinbe feleségével és gyermekeivel, az ifjabb Rudolffal, Eddivel, Eugénnel, hogy vállalja a vállalat kutatási és fejlesztési osztályának irányítását. Nem sokkal később egy rosszul sikerült kísérlet alkalmával olyan súlyosan megsérült, hogy hónapokat kellett kórházban töltenie és maradandó látáskárosodást szerzett. Az eredménytelen ammóniával működő zárt ciklusú motorteszteket feladva Berlinben, már a Carnot körfolyamaton alapuló öngyújtó motort kezdte tanulmányozni. Első terve szerint szénport fecskendezett be a henger 200 atmoszférára összenyomott légterébe, de a végcélja az volt, hogy a nyomás által felhevített légtérbe fecskendezett nehéz kerozin minden szikra nélkül magától gyulladjon meg. Több éven át dolgozott az ötleten, és 1892-ben elméletét befejezetnek tekintette. Ugyanebben az évben Diesel megkapta a DRP 67207 német szabadalmat. 1893-ban traktátust tett közzé a hőerőgépek elméleti működéséről. Ez az értekezés képezte az alapját a dízelmotorral kapcsolatos munkájának. A prototípust az augsburgi Mann cég gyártotta le. 1893 nyarára Diesel rájött, hogy kezdeti elmélete téves volt, ami arra késztette, hogy újabb szabadalmi kérelmet nyújtson be a kijavított elméletre. A szerkezetet eredetileg olajmotornak nevezték, mivel működéséhez általában gázolajat használ fel. Rudolf Diesel megértette a termodinamika, valamint az üzemanyag hatékonyság elméleti és gyakorlati korlátait. A motorvezérléssel kapcsolatos munkáját jóval magasabb hatékonysági arány célja hajtotta. Diesel csak hamar szép summára tett szer találmányának hála, de a pénzét gyorsan elvesztette, mert rosszul gazdálkodott vele. Nem szabadalmaztatta megfelelően az alapvető eljárást, és többi szabadalmát kénytelen volt eladni, hogy legyen miből megélnie. Ennek ellenére folytatta a motortervezést, és előadásokat is tartott Európában és Amerikában az eredményeiről. Felismerte a növényi olajok üzemanyagként való használatának lehetőségét, és erősen szorgalmazta azok használatát az üzemanyaggyártásban.
Diesel az 1900-as világkiállításon egy földi magyaró olajjal üzemeltetett dízelmotort állított ki, ami a feljegyzések szerint teljesen jól működött. A feltaláló 1913-ban elindult Angliába, egy üzleti lehetőség miatt azonban furcsa mód sosem érkezett meg a Szigetországba. Szeptember 29-én este felszállt az SS Dresda gőzös fedélzetére Antwerpenben, megvacsorázott, majd 22 óra körül visszavonult a kabinjába, ahonnan másnap reggelre eltűnt. Reggel 6:45-re kérte az ébresztést. A személyzet Diesel zárt kabinját üresen találta, hálóruhája rendezetten összehajtva feküdt a bevetett ágyon. Dieselt hiába keresték a gőzhajón, nem találták. Csak a kalapja és a kabátja került elő a fedélzet egyik korlátja alatt. Az SS Dresda nélküle futott be a Harwichi kikötőbe. 10 nappal később holland tengerészek egy férfi holttestét halászták ki a vízből az északi tengeren Norvégiához közel. A szörnyű állapotban lévő holttestet szokásaiknak megfelelően visszaengedték a vízbe, de néhány személyes tárgyat az azonosítás érdekében elvettek tőle. Diesel felesége és gyermekei a személyes holmikat felismerték, így a feltaláló halálát öngyilkosságnak minősítették. Állítólag pár nappal később a holttestet újra megtalálta egy hajós, de a rossz időjárási körülmények miatt kénytelen volt ott hagyni. Az ékszerész, aki a gyűrűket készítette, amiket a vízben talált férfiről levettek, elmondta a rendőrségnek, hogy jó néhány ugyanolyan gyűrűt készített Dieselén kívül is. Valóban öngyilkosság történt? Feltételezések szerint a férfi megromlott anyagi körülményei miatt ugrott a tengerbe, azonban néhány utas szerint a vacsoránál rendkívül jókedvű volt és sokat beszélt az angliai üzleti lehetőségbe vetett reményeiről. Elutazás előtt hátrahagyott feleségének egy bőröndöt, amiben 200.000 márka és pénzügyi kimutatások voltak. Kabinjában megtalált naplóra pedig az eltűnése napjához egy kereszt volt rajzolva. De csak ugyan önkezőleg vetett véget az életének, vagy az egészet megrendezték. A korabeli sajtó is gyilkosságról cikkezett, és Diesel felesége is meg volt győződve arról, hogy férjét valaki szándékosan akarta eltüntetni, hogy megszerezze a szabadalmait. Az egyik legnépszerűbb elmélet szerint Rudolf Dieselt a német titkosszolgálat gyilkolta meg. A gyilkosság oka, hogy a feltaláló a szabadalmat nem kizárólag Németországban szerette volna terjeszteni, hanem más országokban is. Ez volt az angliai útjának is az oka. Ismerősei szerint az utazás előtt azt állította Diesel, hogy maga Winston Churchill hívta meg őt Angliába, aki ekkor már az admiralitás első lordja volt. Az első világháború előtti feszült helyzetben a németek valószínűleg nem szerették volna, ha a találmány a potenciális ellenségek kezébe kerül. Egy másik elmélet szerint Diesel vesztét a már akkor is durván működő olajlobbi okozta. Korábban már szó volt róla a videóban, hogy Diesel tervei szerint előnyben részesítette volna a növényi üzemanyagokat a fosszilis üzemanyagok helyett a dízelmotorok üzemeltetésénél. Így az ebből származó bevétel az agrárszektorhoz folyt volna be. Egy lehetséges rablást is számításba vettek, mivel az antwerpeni kikötő híres volt a rablóiról. A felvetés szerint az elkövető vagy elkövetők felszálltak a hajóra, kirabolták Dieselt, majd a testét a tengerbe dobták. Ezt az elméletet gyorsan el is vetették, mivel személyes tárgyak nem tűntek el. Azonban a nyomozás szerint nem is vitt magával semmi különösebb értéket a férfi az óráján kívül, amit valószínűleg egy lehetséges rabló előre nem tudhatott volna. Az eset rengeteg kérdést vet fel. Valóban öngyilkos lett Diesel? De akkor miért volt olyan jókedve a vacsoránál? Miért készítette elő a hálóruháját, és miért volt zárva a kabinjának ajtaja? Meggyilkolták? Az esetben is felmerül a kérdés, hogy miért volt zárva a kabin, és miért volt fedélzeti korlát alatt a kalapja és a kabátja. Kirajzolhatott keresztet a naplójába az eltűnésének dátumával. Esetleg egy kis sétát akart még tenni a fedélzeten lefekvés előtt, és véletlenül beleesett a vízbe? Viszont akkor ismét felmerül a kérdés, hogy hogyan került a kabátja és a kalapja a korlát alá. Érdekes tény, hogy Diesel neve nem szerepelt a hajó utas listáján, így többen azt feltételezik, hogy a férfi néhány utast és a személyzet egy tagját lefizette, de ő valójában soha nem is szállt fel a hajóra, hanem megrendezte a halálát és egyszerűen ellépett. Talán ezt az elméletet erősíti az is, hogy a két mérnök utastársán és egy utas kísérőn kívül senki nem emlékezett a hajón a férfira. Ráadásul a holmia között egyetlen tervrajz vagy jegyzet sem volt található. Gondoljunk csak bele, elmenne egy feltaláló egy üzleti megbeszélésre mindenféle tervrajz és tervezet nélkül. Persze az is lehetséges, hogyha gyilkosság történt, akkor az elkövetők elvitték Diesel feljegyzéseit is.
Naphosszat lehetne fejtegetni, hogy mi lett valójában a feltaláló sorsa, de valószínűleg az igazság már soha nem fog nyilvánosságra kerülni. Diesel szabadalmait halála után családja eladta, amiből az adósságokat fedezni tudták, és állítólag végül jó életkörülményeket teremtettek maguknak. A feltaláló 1978-ban bekerült a gépjármű hírességek csarnokába, találmányának továbbfejlesztett változatait azóta is számos területen hasznosítjuk.